Hétfő óta maximum 480 forint adhatják a 95-ös benzint és a gázolajat a benzinkutak. Három hónapra szabta meg a kormány a legfelső árat. Az indoklás szerint az inflációt, vagyis a további áremelkedéseket akarják ezzel megfékezni. Nem mindenki örül, hogy kevesebbet kell fizetni. Kanász Máté, az LMP alelnöke az m azt mondta, egy zöld párt nem tudja támogatni az autózást. A befagyasztás előtt napi rendszeresség ellentett olvasni cikkeket arról, hogy mekkora problémát jelentenek ezek az árak a háztartásoknak. Az MSZP és a Jobbik, csak hogy ne az összes ellenzéki pártot mondjam, sikerként értékelte a befagyasztást. A Jobbik elnök úgy nyilatkozott, hogy kiharcolták, mondta ezt Jakab Péter, az MSZP pedig győzelemként értékelte a maximalizálást. Ön tankolt már hétfő óta? Akkor jó estét kívánok még egyszer, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy néhány év után újra itt lehetek a köztévé élő egyenes adásában. Én azt értékelném győzelemnek, hogyha e, visszaszoríthatnánk az autóforgalmat Magyarországon, a nagyvárosokban mindenképpen, ugyanis hát az a környezetszennyezés, amit az autók kifejtenek, az iszonyatosan káros a földbolygóra, a Kárpát-medencére Magyarországra nézve, élhetetlenné teszik a környezetet az autók, nem csak a káros kibocsátás miatt, hanem amiatt is, hogy például az autós Soktól nem lehet haladni Budapesten. Zajos, büdös, fenntarthatatlan ez a közlekedési forma. Tehát ebből a szempontból a magas benzinárnál én legfeljebb csak ott érzékelek problémát, hogyha valakinek nincsen alternatívája, hogy az autót használja mondjuk munkába a járáshoz, de ez elsősorban mondjuk a kis településen élők számára e, probléma, na ott valamilyen szociális intézkedést indokoltnak látok, de hát azért a benzinárnak a befagyasztása az egy antizöld intézkedés. Az, a, az, az fenntarthatatlan és rombolja a környezetet. Te Nekem ez a Tartani kellett vele. volna az 500 feletti ára. Természetesen tartani kellett volna, ugyanakkor szociális intézkedésre szükség van, még egyszer, akik nem tudnak alternatívát választani. Mi mondjuk itt Budapesten könnyen felszállunk a buszra, a kerékpárra, tudunk menni, gyalog, lehet, hogy be tudunk ülni a szomszéd autójába mondjuk adott esetben. Egyébként ezt javaslom mindenkinek, akinek magas a benzinár, próbálja ki, hogy mondjuk megszervezik a közlekedést így módon. Márkis, Péter is ezt mondta, aminek. El teljesen egyetértek Márki Péterrel, teljesen egyetértek vele, de még egyszer, a kis településen élőknél érzékelek problémát, ott szociálpolitikai beavatkozásra lenne szükség. Azért ez mégis a világvicce, hogy akinek magas jövedelme van, hát itt a milliómosokat is támogatjuk most ezzel a ársapkával, amit bevezetett Orbán Viktor. Most ugye ezzel azt mondja, hogy ezt az árat azok fizetik, akiknek magas a jövedelme, mondjuk úgy is megengedhetik maguknak, hogy autóval járjanak. Na de ugye itt arról is szó van, hogy a benzinár vagy az üzemanyagár uh, folyamatos növekedése az mondjuk a termékek vagy a szolgáltatások árában is megjelenik. És nagyon leegyszerűsítve, ha mondjuk drágában tudja egy beszállító szállítani a lisztet, akkor drágább lesz a kenyér. Ezt viszont már azok is fizetik, akiknek alacsonyabb a jövedelmük, tulajdonképpen mindenkire hatással van ez. Hát ez az egész ez kérdés igen arra világít rá, hogy egyébként az a gazdasági rendszer, amit felépítettünk, ugye a kapitalizmusnak és a piacgazdaságnak ezen formája, ez mennyire a foszilis energia hordozóktól függ? ez szintén arra világít rá, hogy fenntarthatatlan. Nekem az a rossz hírem van, hogy igenis az olajár, a szén ára, a különböző foszilis energiahordozóknak az ára egyre magasabb lesz, mert hogy egyre kevesebb van belőlük, és ilyenek a piaci viszonyok, tehát nekünk az a feladatunk, hogy alternatívát mutassunk, és az alternatív megoldásokat fejlesszük. Egyébként, tehát önmagában azért a mobilitási igényeket is csökkenteni kéne, az nem normális, hogy itt mindenkinek autóznia kell, és mindenkinek közlekednie kell. Nagyon sok intézkedés kapcsolódik ehhez a városoknak a, a, szervezése, tehát az egy nonsens állapot, hogy én valahol lakom, és mondjuk 15 percen belül nem tudom elérni a munkahelyemet, az egészségügyi intézményt, vagy éppen nem tudom a gyerekeimnek az iskolát. De ez nem. a többség szerintem egyébként, tehát aki nem 15 percen el a, a munkahelyét, Vegyünk egy példát, egy, egy, nagy családot, vagy nem is kell, hogy nagy család legyen, aki agglomerációban akik és nagyon sokan kiköltöznek, kiköltöztek. Ugye a, a gyerekek is egyfajta logisztikát jelentenek, óvodába, iskolába, szakkörökre vinni, plusz a szülőknek elérni a munkahelyet. Most lehet akár vonattal érvelni, de írál is, nem tudom, hogy van egy gyermeke, de a mindennapokban, tehát mégis akkor váltsanak munkahelyet, vagy erre milyen eszközeik lennének? Szerintem... Nem mindenki teheti meg azt, hogy hibrid autót vásárol, de ez egy másik témakör lehetne. Akkor mondok egy példát, én ugye Újpesten lakom, lakótelepen, a külső szilágyi út mellett, nagyon sokan használják ezt az utat, mert kiköltöztek az agglomerációban, mondjuk Dunakeszi, Fót, Vác irányába, és aztán rájönnek arra, hogy hoho, -ho, lehet, hogy egy picit jobb a levegő minősége, de mondjuk nincs megfelelő iskola a gyerekeknek, nincs megfelelő munkahely, nincs sportolási lehetőség, nincs egy mozi, kulturális kikapcsolódási lehetőségek stb. Visszajönnek a városba, használják ezt az utat, és egyébként pont ott mennek el mellett, a szennyeznek, és mondjuk zavarnak engem. A megoldás egyébként pont mondjuk ilyen viszonylatban a vonatnak, a vasútnak a fejlesztése. Hát az nem egy 21. századi állapot, hogy mondjuk, nem tudom, Dunakesziről bejutni a nyugati pályaudvarra, menetrend szerint lehet, hogy 15 perc, de egyébként sokszor mondjuk ez 25-30, kiszámíthatatlan. Szerintem igenis a vasúti közlekedést kéne fejleszteni mondjuk ebben az esetben. Az LMP. És csak egy-egy vonat maradt ki, na mindegy. És az LMP mit javasol például azoknak, akiknek tegyük fel, hogy munkaeszköze az autó? akinek munkaeszköze az autó, én azt gondolom, hogy a nagyvárosokban egyébként meg lehet oldani az alternatív formákat, de hogy azért én, én nem akarok egy olyan álláspontban most itt beszorítva lenni, hogy ez csak az egyénnek a felelősség, és akkor mindenki oldja meg valahogy. Nem, hát ez egy állami felelősség lenne. Itt volt Orbán Viktor, volt 10-12 éve arra, hogy mondjuk fejleszze a közösségi közlekedést, arra, hogy mondjuk olyan várospolitikát, fejlesztéspolitikát folytassanak, hogy a munkahelyek elérhető, közelségben vannak, és számos egyéb módozatot tudnék még mondani. Tehát azért ez az egyéni felelősség mellett egy közösségi felelősség, és még egyszer lehet, hogy problémát jelent a magas benzinár, mert igen, senki nem szeret sokat fizetni, nagyon sokan nem is tudnak. Lehet, hogy problémát jelent, hogy az autó helyett milyen egyéb formát tudok találni, de még egyszer, amiről elkezdtem az elején beszélni, a klímaváltozás, ami ránk rúgta az ajtót, és gyakorlatilag a pénztárcánkon, az életminőségünkön, a bőrünkön érezzük a hatását, ez a klímaváltozás le fog minket radírozni a térképről, erről azért ugye ne legyen kétségünk, ha nem változtatunk, hát én ezt egy sokkal súlyosabb problémának találom, a légszennyezettség, a károsanyag kibocsátás kérdését, mint hogy most éppen per pillanat mennyi a benzinár. Hosszú távon gondolkozom, zöld politikus vagyok, az élhető környezet számomra a legfontosabb. Ugye ennek kapcsán írt alá ön az LMP nevében Márkizai Péterrel, a baloldal közös miniszterelnök jelöltjével egy egy nyilatkozatot, ami arról szól, hogy közös vállalásokat tesznek a zöld politika, energiapolitika tekintetében. Ja, Már Pétertől az elmúlt hetekben több olyan nyilatkozatot hallottunk, amiben arról beszél, hogy a fenntarthatóság érdekében az embereknek érezniük kell az energiaárak növekedését, és szerinte az lenne a valódi rezsicsökkentés, hogyha kevesebb vizet, gázt, áramot használnak, ugyanezt javasolta a benzinára kapcsán is, üljön át mindenki kisebb autóba. Az LMP ezekkel a kijelentésekkel ha jól értem, akkor közösséget tud vállalni. Igen, Márki Péter egyébként baloldali, jobboldali és zöld pártnak mondjuk miniszterelnök jelöltje, tehát az össz közös miniszterelnök jelöltje. Valóban aláírtunk egy nyilatkozatot, ami ez a tegnapi napon történt, számos zöld célkitűzést rögzít. Itt ugye arról van szó, hogy nekünk az a küldetésünk, hogy mi vagyunk Magyarország zöld pártja az LMP, nekünk van egy zöld programunk, a zöld garancia program, ebből minél több programelemet szeretnénk átvinni az ellenzéki közös programba, és jövőre a kormányváltás után a kormányprogramba. És tegnap egy történelmi pillanat volt, mert a miniszterelnök jelölt úr tal sikerült egy olyan megegyezést kötni, egy olyan nyilatkozatot aláírni, ami ebből a mi programunkból átemelt programpontokat, de tovább kell menni, és annak nagyon-nagyon örülök, hogy például a közlekedés politika kapcsán a légszennyezettség problémájának megoldása kapcsán, már Péterrel egy platformon vagyunk, de még egyszer, senki nem, mondja, senki nem mondja azt, hogy bizonyos szociálpolitikai intézkedésekre ne lenne szükség. Én egyébként eredendően szociálpolitikus vagyok, nagyon jól tudom, hogy mondjuk az az átállás, amiről mi beszélünk, mondjuk, hogy hogyan lehet klímatudatosan élni, ennek a társadalmi igazságosság szempontjait. És követni kell, és egyébként az átállásnak a költségét a nagyvállalatoknak, a multiknak, a szennyezőknek kell megfizetni. Hát pont azoknak, akiket Orbán Viktor folyamatosan támogat. Csak hogy már Kizaj Péter javaslata kapcsán felmerül a kérdés, hogy mondjuk elvárható-e egy akár több gyerekes családtól, hogy kevesebb vizet vagy gázt használjon. Ugye elemzők ezt egyfajta politikai ridegtartásnak nevezik, és uh, azt a kritikát hozzák fel, hogy összeegyeztethetetlen a szociális alapjogokkal. Beszéljünk a szigetelési programról, ami pont erre világít rá. A szigetelési program, hogy évente több tízezer, akár több százezer háztartást le lehetne szigetelni, ugye az elmúlt tíz évben erre is bőven, -bőven bőven lett volna forrás, csak hát úgy látszik, hogy a kormányzati ismerősök más bizniszekben utaznak. Ez egyszerre jelent megoldást az energiafelhasználás csökkentésére, mert ha le van szigetelve akár egy panelépület, akár egy családi ház kevesebb energiát fogyaszt, tehát ha 22 fokban szeretnék lenni, akkor kevesebb energia el tudom érni, szociális szempontok is ott vannak, hiszen hogyha kevesebb energiát használok, kevesebbet fizetek, és ott van a teremtő hatás, ez több tízezer vállalkozást tud megteremteni, több tízezer munkahelyet tudna létrehozni. Tehát pont a szigetelési program zöld, szociális és munkaerőpiaci eszköz is.